Vendégem tehát a témában Dénes Adél, a hangfoglaló program szakmai igazgatója, illetve az egyik támogatott zenekar, na most legyek okos, Sassalele zenekar frontembere, Timothy James Atkins, sziasztok! Hello! Hát bocsánat, sziasztok, hogy még nem voltam képbe ennyire a Sassalelével, de hogy egy olyan zenekarról van szó, akik ugye pont itt a vírus kezdetekor, hát mikor máskor, akkor találtatok egymásra, indultatok, és aztán minden elmaradt, de ti most itt vagytok, és a fesztiválokon nagyon sokszor lehet majd veletek találkozni. Jól elmondtam? Nagyon jól, igen. Hát a zenekar története nagyban a vírus által lett íródva, de most készen vagyunk, és belecsobbanunk a fesztivál szezonba. Fia, időtök az biztos volt, nagyjából mint a tenger, úgyhogy jól összeszokhattatok, és most megmutathatjátok, hogy mi az, amiről idáig lemaradtak a zenekedvelők. Adél, mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy pontosan ez a hangfoglaló program hogyan támogatja a hazai könnyű zenét, illetve hát a feltörekvő tehetséges zenekarokat. Az Induló Előadók programja, amiben ti még is részt vesznek a Sassalelével, ez egy nagyon-nagyon szuper mentor program, ami úgy néz ki, hogy mi adunk nekik egy támogatást, többek között az NKA-val karöltve, ugye mi a programiroda, a programbeni megvalósítást és egy kicsit a mentorálásban segítünk. Itt ezt lehet költeni videóklipre, dalfelvételre, és ami a pláne meg az izgalmas benne, hogy ők kapnak, vagyis hát kapnak is, meg választhatnak is általunk egy olyan szakmai mentor, aki végigkíséri az útjukat, és segít nekik ezt a támogatást nagyon de okosan jó elkölteni. Egy olyan nagyon vagány, a szakmában már elismert, akár menedzser, akár bármilyen zeneipari szereplő, aki rezonál az ő igényeikkel, és végigkíséri az útjukat. Ez egy folyamatos mentorációs program, és egy éven keresztül segít nekik legjobban elkölteni ezt a pénzt, és ez a legjobban hasznosítani. Hát csak én bármikor szívesen segítenek elkölteni a pénzeteket. Hogy választ, tehát hogy a mentor választ zenekart, vagy ti választotok a zenekarnak mentort, vagy a zenekar, ez a harmadik verzió, választ magának mentort? Szerintem ez egy kicsit ilyen kölcsönös dolog, tehát mi is kiválasztottunk pár mentort, és akkor a mentorok is választhattak, és akkor így összeegyeztettük ezt a kettőt. Hogy a lényeg, hogy megtaláltátok a megfelelőt, vagy megtaláltátok a egymást. Ő kicsoda? A mi mentorunk Balla Gergő, ő a Platon Karatevnek a énekese, gitárosa, és hát angolul úgy mondják, a match made in heaven. Tehát egy fantasztikus mentor, és nagyon sok mindenben segít. Erre talán is magyar kifejezés, nem? Ezt nagyon szépen mondtad. A fesztiválokon való részvétel az hogy néz ki? Mert ugye számos fesztiválon lesztek idén, ezt egy kicsit emeljük ki, hogy már a nézők tudjanak készülni, hogy ilyen specifikusan érkezzenek. Igen, ez úgy néz ki, hogy mi a hangfoglaló programmal a fontosnak ítélt fesztiválokon, és azokon az olyan szempontból fontosnak ítélt fesztiválokon, amik a támogatott zenekaraink szempontjából is érdekesek szakmailag, és eleve a fesztiválpiacon izgalmas helyszínek és rendezvények. Ebből van ugye 8, nekünk idén 22 támogatott zenekarunk van. Nyugodtan és részt veszünk a 8 helyszín, igen, a Bánkitón, a Kampuszon, a Művészetek Völgyén, a Paloznaki Jazz Picnicen, az Ördögkatlanon, a City Rockson, a Színen és az Artkert Szentendrén, és ebből van 3, amin konkrétan nem csak hogy sávunk van, hanem saját udvarunk, vagy egész hangfoglaló színpadunk. Ez a Kampusz, a Művészetek Földje és a Szín, és ebből ti 5 helyszínen részt is vesztek idén. És akkor az ilyenkor mit jelent, hogy azokon a helyszíneken, ahol van ilyen kitelepülésetek, vagy saját színpadotok, ott csak olyan zenekarok, akik ebben így a programban van részt vettek, van 17 lehetőséget óta adunk nekik, nem csak támogatással, hanem akár helyszínekkel is, és az, ugye azért ez egy nagyon fontos megmérettetési helyszín mindig a zenekarok számára a fesztivál, mert természetesen tök izgi és nagyon fontos dolog szakmai szempontból megtölteni egy budapesti klubot, vagy egy vidéki helyszínt, de egy olyan megmérettetési forma, ahol egyébként is van egy csomó ember, és nem feltétlenül a ti koncertetekre ment el, de akár oda tévedhet, és ti közönséget, tapasztalatot cserélhettek, és szuper szakemberekkel találhatok egymásra. Ez azért én úgy érzékelem, hogy a zenekarok szempontjából ez az igazi presztízs, az ottani megmérettetés, ott megtáncoltatni mindenkit, és megénekeltetni, és a magatokévá tenni a helyzetet. Na, ti elkezdtél izgulni, mert most, ahogy így mondtad, és csak mondtad, hogy jó. Nem,
nem izgulok, csak tényleg annyi, hogy ezek a fesztiválok szerintem egy tök jó ilyen visszajelzési lehetőség. Tehát a saját koncertjeinkre eljön a saját közönségünk, de itt teljesen idegen emberek, akik csak oda tévednek egy színpadra, és valahogy őket kell elkapni, bevonzani. Úgyhogy ez egy másik fajta műfaj. Készültök, mert ugye mondta Adél is, hogy 5 helyszínen lesznek idén nyáron. Igen. Azért az induló zenekarként azt gondolom, hogy elég nagy bevállalás, és talán mindegyik fesztiválnak megvan azért az a kis saját világa, amihez érdemes egy kicsit valahogy kapcsolódni, vagy készülni. Van valami, amivel így külön készültök? Hogy olyan, hát, kicsit egy jazzesebb, de lazább. A hangfoglalós fesztiválok közül nem készülünk olyan különösebben, mint egy bármilyen másik fesztiválra. Annyi talán egy ilyen kis tipp, hogy ne játsszon az ember sok lassú számot egymás után. Tehát... Mondjuk ez eleve egy ilyen alapfesztiválos skill. Szerintem saját ezt koncert. Tartsátok meg, jó? Lassú számot semmiféleképpen ne játszatok. Szabad, csak nem túl sokat. Figyeljétek a közönséget, és ha már annál a fázisnál tartanak, akkor jöhet egy-egy lassú szám. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és fergeteges bulikat kívánok nektek a nyára, és jó koncertet végre. Köszönjük szépen. Itt lehetünk. Köszönjük szépen.